Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mit gondol, hogy érzi magát, mit fog tenni? Ez a három kérdés. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kéri tőlem egy személyes jóslást, vagy ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, a díjam minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Aki megrendeli a havi ingyenes hírlapot, minden hónapban kap egy kedvezményt, egy jóslást asztrológiával együtt 6000 forintért. A személyes videók nem ezen a csatornán jelennek meg, hanem egy másikon, és ez a másik csatorna Meisterin des Kartenlegens. Vagy megtalálsz a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, két oldalam van. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a horgony. Vagy szüksége van a biztonság érzetére a párkapcsolatban is, ahol úgy érzi, hogy le tud horgonyozni. Ez a horgony utal a munkára, a hivatásra is. Lehet, hogy ez is foglalkoztatja őt a gondolataiban. Hogyan érzi magát? Ez a fa szintén a biztonság érzetére utal, ahol le tud gyökerezni. Viszont a kassa el tudja vágni ezt az érzést, hogy néha vannak olyan gondolatok, érzelmek nála, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Amit a fa még jelenthet, az a gyógyító erő, lehet egy ilyen terület is, ahol egészségügyi témákról van szó. Lehet, hogy ezen a területen dolgozik, ezért jelenik meg itt a kártya, ami utalhat a munkára, a hivatásra is. És mivel a kassa ezt el tudja vágni, akkor vagy ő mond fel, vagy felmondtak neki, tehát lehet, hogy ezek a dolgok foglalkoztatják, ha ezen a területen dolgozik. A kassa jelenti azt is, hogy olyan hirtelen jönnek az események, amikor nem számít rá, valahogy érzi, hogy lesz itt egy meglepetés. És mit fog tenni? Itt a hegy jelenthet hegyvidéket is, és itt van a nyilvánosság, lehet, hogy veled el akar utazni valahova, lesz egy kiruccanás. Amit a hegy még jelenthet, a hideg-rideg tartás, lehet, hogy ő úgy érzi, te most visszahúzódó vagy megsértődtél, és itt látható a nyilvánosság, vagy figyel téged, hol tudna veled találkozni a nyilvánosságon, és úgy tesz, minthogyha ez véletlen lenne, vagy azt is jelentheti a kép, hogy lesz egy találkozás, vagy felvállal téged a nyilvánosságon. Itt a hegy még jelenthet olyan dolgokat, ami blokkol téged, vagy őt. Itt vannak még nehézségek, amit meg kell oldani. Ami összefűz benneteket, ez a mozgás, hogy előre mennek az események, lesznek változások, lesz egy kirándulás, vagy ő irányítja a dolgokat, és szeretné azt, ha megváltozna a helyzet, ha a kihívások elmúlnának, hiszen a kassa ezt a hegyet is el tudja távolítani, és ha lenne itt egy stabil párkapcsolat, ahol le tud horgonyozni, le tud gyökerezni,
és itt a nyilvánosságon mindenki tudhat erről, ebbe az irányba irányítja az eseményeket. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!